Kezdjük úgy, hogy tollászkodunk még, jó? És akkor utána. De nem jó? Ez olyan, mint amikor bedobod a flakont, és akkor ilyen semmi Oké. térő történet van Akkor benne. kezdjük úgy, hogy tolászkodunk. Jó. Oké. Úgy kezdjük, hogy tolászkodunk. Megy már a videó? Nem. Kamuzol. Nem megy. Na, akkor tolászkodjunk. Megy a videó, Nyuszi. Igen? Oké, akkor kezdhetjük. Zsír. Na, sziasztok srácok, én Jussu vagyok, köszöntök mindenkit a legújabb videóban, ahol is velem van Vanda! Vanda! Egy elég különleges videóval jöttünk most nektek, ugyanis a hétvégén megtörtént a Play It, és nagyon-nagyon sok közeli baráttal találkoztam, és hát nagyon-nagyon sok mindent kaptam. Ugye azt tudni kell, hogy nekem nem olyan sokára lesz a születésnapom, és hát úgy gondolták, hogy meglepnek azért egy pár dologgal a barátaim, a moderátoraim, és egy-két olyan néző, aki elég sokat szokott engem nézni, és eléggé szeretnek, amit nagyon-nagyon szépen köszönök, tényleg nagyon-nagyon jól esik. A lényeg a srácok, hogy az egyik nagyon fontos dolog, amit szeretnék nektek megmutatni, mielőtt még elkezdjük magát a videónak a lényegét, amit ezúton is szeretnék megköszönni az összes moderátoromnak, megmutatom, hogy mit kaptam tőlük. Jussi, azt odaadod? Ott, ott, azaz. Hát megleptek engem egy ilyennel, igaz, hogy még nem tartunk itt, gyakorlatilag. Ott vagyok a Horitor Veldek király. Hello, Nyuszi, ott vagyunk benne, nézz integes. Ezt kaptam tőlük, megelőleg ez a 30 ezer feliratkozót, amit nagyon-nagyon szépen köszönök. Meg lesz majd a helye, sőt, gyerekek, most el is fogjuk helyezni. Tényleg még egyszer nagyon-nagyon szépen köszönöm. Köszönöm a szüleimnek, a testvéreimnek, a Vandának, a moderátoraimnak, és mindenkinek, aki néz, aki meg nem vannak, meg nem. Szóval a lényeg az, hogy nagyon-nagyon szépen köszönöm nekik, tényleg nagyon jól esett, és hát ha nem is lesz meg soha az életemben a 100 ezer, legalább a 30 ezerre kaptam valamit. Úgyhogy köszönöm szépen. Ezt ide be is fogom tenni, így, így, el fogjuk helyezni. El fogjuk helyezni, de most egyelőre ideiglenesen ott fog ficánkolni. A másik nagyon-nagyon szép dolog, amit hát a belsejét már azért elfogyasztottuk, just is kollégától, hát testhez álló, ez egy nagyon-nagyon jó kis, hogy hívják ezt? Hát ez, ez a dugi, nem? Dugi kulacs. Én kulacsnak mondtam, de gyakorlatilag ez nem kulacs, hanem... Nem tudom, írjátok le, ha tudjátok, hogy mi ennek a pontos neve. Nekem most megmondom, ezt én frankó nem jut eszembe, de nagyon-nagyon jó és nagyon-nagyon hasznos. Lélekmelegítő. Hát igen, amit hozzákaptam, az elfogyott, de ezt gondolom láttátok élőben. Még nem volt beletöltve, de ami késik, nem múlik. Úgyhogy tényleg ezt is nagyon-nagyon flaska. Szépen köszönöm. Flaska, tényleg flaska. Na. Flaska, flaska. Nagyon-nagyon jó kellék, főleg most, hogy téli időszak van, gyerekek. Néha majd így ele fogom menni, és így iszogatom belőle egyet. A harmadik dolog, és egyben az utolsó, és amiért gyakorlatilag kicsit tovább fog tartani a videó, mint mondjuk mostanáig, az az, hogy drága Nontól Szlovákia. Bizony. Szlovákiából kaptunk egy ilyen kis csomagot, ami tele van szlovák édességgel. Úgyhogy jobbnál jobbakkal. Megmondom őszintén, hogy már ott, amikor megkaptam, kibontottam és belenéztem, hiszen azért nem bírtam ki, viszont nem kóstoltam még meg őket, és Vanda se kóstolta meg őket, úgyhogy most fogjuk ezeket végigkóstolni. Tele van, gyerekek. Tehát szarásig van gyakorlatilag mindenfélével. Nem tudom, hogy csinál, kibontjuk, kiizéljük az egészet? Hát kaptunk egy listát, igen, ami alatt nem van számozva, aha, hogy mi ez micsoda. Nem kell, ez a doboz. Úgyhogy kezdhetjük azzal is, de mielőtt még kinyitod, én így gyorsan megmutatnám az új karkötőmet. Jusunak is van, csak már nem tudom, hogy hova tette le. Megvan, ott van az asztalon kint. De és nagyon ezt szépen mi a kis köszönjük Izinknek köszönjük szépen, aki ezt így röpti bekötötte nekünk. Jaja, még... meg a moderátoroknak is kötött. És igen, és a moderátoroknak is csinált bizony, egy ilyen csudi jó kedves karkötőt. Volt. Úgyhogy Izi, ezúton is köszönjük szépen, szeretettel viseljük. Köszönjük! Na, hát akkor kezdjük el. Akarod olvasni egyébként? Nem, hát neked írtanom, tehát hogy... Hát jó. Így néz ki, egyébként kaptunk egy ilyen papírt, rá van írva, hogy jó étvét. Nagyon ízléses egyébként, itt ilyen kis kaja matrica van ráragasztva, úgyhogy azért látszik, hogy foglalkozott vele, és tényleg nagyon-nagyon ügyes, és tényleg nagyon szépen köszönöm neki, mert gyakorlatilag ez az első ilyen ajándék, amit kaptam tulajdonképpen arra, hogy
gyakorlatilag videóban vagy anélkül, tök mindegy, a lényeg az, hogy nekem van, és tényleg jól esik, és az első az mindig nagyon-nagyon fontos, és a többi is, de az első, azt tudjátok, az első, amikor ilyen tök jó. Úgyhogy akkor én azt mondom, hogy nézzük is meg, akkor szerintem túrjuk majd, hogy mi lesz az első szlovák csokoládé. Aha, jó van, ott is van a szlovák édességek, nagyon jó. Azaz, most inkább zörög még egy kicsit, nagyon jól csinálod. Bocsánat. Már na, kerestem. Tehát az első, az az egyes, az egy Mila nevezetű, kapucsino ízű ostya. Elvileg, hol az egyes? Itt van az egyes. Így néz ki, és nagyon-nagyon ügyes volt, mert meg is számozta egyébként nekünk. Amit külön köszönhet, tényleg, mert a Boncski nyuszi az elsőtte. Úgyhogy mert megnézzük. Mert ismertük volna meg. Hát egyébként nem. Na, mondjuk Milás. Csupa fehér, amilyet én szeretek. De jó! Vov, takarítani ki fog? Jó van. Ez nagyon finom. Jó rúzsos. Tényleg? Kicsit meghagyta a rúzs, de nem baj. Hát figyelj! Illatra fehér csoki. Igen. Egyébként, ugye ostjával. Benne van valószínűleg fehér csoki, és itt kívül, a rúzson kívül egyébként, van még csoki. Finom. Én nem bírtam ki, én mohon beleharaptam. De jó is. Ez nagyon jó. Uh-huh. Puha az ostjája. Bocsia, bennek még egyet. Ez nagyon jó. Uh-huh. Nagyon puha. Ez fincsi. Nagyon ízletes. Kívül ugye tejcsoki van. Vagy étcsoki? Étcsoki. És belül van fehércsoki. Hatalmas. Egyébként ez nagyon jó. Ez megéri. Ilyet még ennék egyébként, ha lehetne itthon kapni, majd utána nézek, mert ez nagyon finom. Ez egy megjegyzés volt arra, hogy igényt tartunk a csokira. Igen, ilyet ne küldje nyugodtan. Igen, tehát ha akartok valami jót küldeni, gyerekek, ez nagyon finom. Tényleg. Nagyon finom. Lepjétek bele márkit, még egyszer megmutatom, így néz ki. Mila a nevezetű, itt az elej, itt a hátulját, sokat nem látok bele, de nagyon jó. Na nézzük a következőt. Ez nagyon jó volt. Uh-huh. A második, ő pedig Zina kakaós. Magyaros ostja. Zina. Igen, keres egy olyat, hogy kettes. Akkor ezt most kibontom én. Amúgy hihetetlen, de minden olyan nagy, nem? Tehát minden csokjuk nagy. Itt még a többi is, azért elég méretes adag. Hú, az de jól néz ki, az is az a papita. Láttam, cukorka van benne, már én is szeretem. Hú, aha. Így kezdenek kihűlni a vizeink. Nem baj, amúgy. Majd mindjárt akkor. Hasonló egyébként ez is. Igen. Hú, ja, hasonló van itthon. Ez magyaros ostya. De magyarok krémmel. Ízre nem lehet kapni ilyet itthon. Nem tudom, mi a neve. De ilyen nem, nyilván nem ugyanez a név, de valami hasonlót lehet itthon kapni, eszembe fog jutni. Ez is nagyon finom. Ez de a szokásos. Magyaros, ez jó. A szokásos, gyakorlatilag csoki kívül, belül magyaró, belül van ilyen csoki. Jó. Tudsz, és ugye ilyen izékre vannak bontva, ilyen ostyákra. Látod? Azt látod. Nagyon finom ez is. Ő pedig így néz ki. Hol van? Itt van. Így. Ő nagyon volt a kicsi. Második. Lina. Zina? Lina vagy Zina? Ja, ez egy Z betű. Zina. Oké. Okay. Ez is nagyon jó volt. A harmadik, most egy kicsit előzünk, ugyanis egy eléggé kuriózum van, amire szükség volt meleg vízre is, és most Nyuszi rám szólt, hogy jó lenne, hogyha sietnénk vele. Igen, készültünk forró vízzel. Készültünk forró vízzel. Ez nagyon érdekes egyébként. Ilyet még az életbe, még csak nem is láttam, lehet, hogy van egyébként, fogalmam sincs, nekem ez abszolút újdonság. Ők így néznek ki, ez két darab, hoppá, nagyon finom volt, ugye itt kijön az egész. Na, Jusuga ne veszélj, tele szája. A lényeg az, hogy így néznek ki, kétféle, ez hanyas ez? 16-os. A 16-os, az pedig, úristen, nem fogom tudni elolvasni, és tudja, hogy hülyén fogom kimondani. Pecenyicaj. Pecenyicaj? Aha, pecenycaj. Pecenycaj. Hát érted. Pecenycaj. Meggyes brandis tea, méz már van benne. Smiley. Illetve hideg vízben is meg lehet csinálni, de a legjobb melegben. Jó, hát akkor nézzük meg, szerintem... Ebben van brandy, uh-huh. És ebben pedig gyümölcs van. A brandy is tipis-topi. Gondoltam, akkor parancsolj. Akkor nézzük meg. Atya úristen. Hát nem tudom, hogy látjátok-e, de... Oh, eléggé ilyen kocsonyás.
Ez ilyen kocsonyás, olyan, mintha... hát én nem tudom, az állaga az így elég sok mindenre emlékeztet. És Meg nem biztos, lehet... hogy jó dolgokra, de egyébként nagyon durva illata van. Mutasd azt! Jó, kóstolj csak meg, jó. Aha. És ezt kell beleönteni, igazság szerint, a meleg vízbe. Tessék. Valami kikulkászol bele. Hú, de aki kinyomtad belőle az egész ide szaftos részét, vagy én nem tudom mi az. De nagyon jó. De jó. Aha. Na, hát akkor ezt toljuk bele. Ugye, így működik ez. Bele kell önteni az... azt a rohadt, az egészet. Hát... ilyet még nem csináltam, baromira kíváncsi leszek vele, hogy ez, vagy rá, hogy ez mit fog mutatni egyelőre. Ízre nagyon bomba amúgy. Uh-huh. Itt van egy magyar darab a számba még. Na nézzük. Nagyon király. Ha, azt nézd meg, az mi? Mik az azok enyém, benne? Hát, ilyen megy, ízét, a darabok? Darabok? Ha megyek, amik benne vannak. Vagy uh-huh. Megy, mert a tiédben van rum, meg megy. Szerintem az sok lett az izé. Nem, mert van illata. Lehet, hogy sok vizet raktunk bele, nem? Nem, mert szerintem a megy az eléggé erős benne, és adja, is kiadja az ízét, de hát... Nem tudom, mindjárt megnézzük, kicsit fölkavarjuk. Kicsit hagyjuk benne állni, nem? És akkor majd visszatérünk erre. Ezzel kicsit hagyom állni. Az a baj, hogy én ettem két megyet belőle, és azon az erős ja, akkor van azt a számban. Tettem. Aha. Na ezt, erre majd mindjárt visszatérünk, ezt egy kicsit hagyjuk állni. Közben megyünk tovább, és jön a kakaóvé rezi, ez egy kakaós ostya lesz. Ő így néz ki, na ez elég brutálul néz ki. Giga mega, elég nagy egyébként. Mármint a kakaóra gondoltam. Nem, pont úgy mutattad, hogy érted. Ja, hogy így. Hát na, de ezt kell nézni. Jó, hát nyilvánvalóan. Na nézzük meg akkor, hogy mi van ezzel. Ez egy kakaós ostya, ugye azt mondtam? Igen. Kakaós ostya. Hát kíváncsi leszek rá, mert én az ilyen kakaós csokis dolgokat imádom egyébként. Én elég édes szájú vagyok, Tiszi meg még ma kibontja, reméljük. Kibontja, csak nem volt fogása. Szerencsések vagyunk, mert két kettő rész van benne. Egyiket felezd el, az cső. Várjál. Ú, basszus, hát azért borzsál keményen. Na nézzük. Ez egy nápolyi szelet. De jó. Na, tehát nápolyi. Ez annyira, én nem tartom ezt egy extra csokinak egyébként. Ez egy ilyen, ez egy jó minőségű nápoly igazából. Tehát nem az, amit mondjuk az Osamba kapsz ilyen kilósba, hanem annál tényleg az egy kicsivel puhább, meg jobb az íze. De, hát nápoly. Ilyet szerintem... De semmi mellékíze nincsen, tehát amúgy nagyon eredeti az nem, íze. Abszolút teljesen jó. Egy jó minőségi nápolyról beszélünk, nem tudom, hogy mennyibe kerül, hogy megéri az árát igazából. Azt mondjuk, hogy meg lehetett volna nézni, hogy mi mennyibe kerül, hogy ilyen árérték arányt tudjunk nézni, de nem rossz. Nem rossz. Nápoly. De jó. Uh-huh. Menjünk a következőre, ami nem más. Hú, ez a 8-as itt nyuszi, ezt nézd meg. Igen, az be is fogom tolni szerintem, abból nem fogsz szokni szerintem. De. Na, ez érdekes lesz. Margal, ez az 5-ös, ez szójás csoki. Kókuszos rumos. Tehát marga szójás. Csoki kókuszos rumos. Na ez az, amit imádok. De ez a negyedik, és tudom, az ötödiket mondod életem. Jaj, nem baj. Akkor nyissuk az ötöt, aztán majd megyünk a négyre. Ötöst keresél. Szintén. Aha. Szintén zenész. Szintén egy elég nagy. És szójás, csoki, kókuszos rumos. Facebook oldaluk is van. Hoppá. Van. Hát itt van valami, nézd. Majd nehogy mutassam. Ennyi. Margot Tinka. Tinka? Ja. Amúgy Nestlé márka. Tényleg? Na, bontsad. Ez egy vastag csoki. Aha. Tehát, hogy olyan tényleg olyan elég. 100 gram. 100 grammos? Ez kemény. Kíváncsi leszek rá. Úgy gyerekek, olyan csokik vannak itt még, ha már nézd meg. Nézd meg, milyen vastag. Tehát, hogy így... A harapjad. Harapjad. Nézzük meg, milyen belül. Aha, tudtam, hogy ez ilyen izé lesz. Ez nagyon jó lesz. Az íze is nagyon jó. Eléggé vastag. Tehát azért így az ujjamat oda teszem, akkor így eléggé. Majd a töltelék az nagyon ott van. Mindent lehet rajta érezni. Viszont ez az íz is ismerős nekem. Kicsit olyan grillázsos nekem, de jó. Hú. Uh-huh.
A szóját nem igazán érzem benne, a rumot azt igen, meg a kókuszt. A rum az erősebb, a szója az annyira nem érvényesül. De jó. Kúva jó. Jó, tömény amúgy. Mm-hmm. Hát egyébként ebből én elég édesszájú vagyok, de nem biztos, hogy meg tudnám menni így egyszer az egészet. Édes. Édes is, rumos is, tömény is, de finom. Úgyhogy ezt ajánlom mindenkinek. Ez nagyon jó. Így néz ki. Kalóriatáblázatot nem számolunk hozzá, mert biztos, hogy valami brutál. Hát igen, de viszont van energia is bőven benne. Hát van benne cukor is bőven. Hát csoki. Ja. Csoki az csoki. Na, akkor visszakanyarodunk egyet a négyesre. Az pedig egy úristen, ezt nem tudom kiolvasni. Kefila. Kofila. Kofila. Valószínűleg ez egy kávés csokoládé. Az nagyon jó. Nézzük meg. Bontjuk ki. Ez is amúgy a Nestléhez tartozik, az a vicces. Uh-huh. Hát jó, hát nyilván. Hát jó, világmárka, de életem. Bevesz bármelyik boldog, mert ez nagyon kevés Nestlé alapú dolgot találsz már. Hm. Nem tudom, nem igazán figyelem ezeket. Viszont ezeket keserű a belsőket kávé. Nagyon imádom. Ha ez kapuciner ízű, akkor... Az. De ez jobb. Ez esküszöm jobb. Ilyen... Látjátok a belsejét? Töltelékes. Töltelékes, nagyon jó, és baromira lehet benne érezni a kávét. Uh-huh. Olyan pörpölt kávé. Nem is kell rágnod, hanem a száddal, vagy a nyelveddel, meg a fogaddal is szét tudod törni. Nagyon jó puha. Olyan jó kis pörpölt kávé íze van, finom. Ez tényleg jó. Ez jó. Kofila. Ki kéne mennünk a szlovákokhoz csokért, nyuszi. Hát lehet. Amúgy viccen kívül lehet jobban örülni ennek karácsonykor, meg migulásra a gyerekek az ilyen csokinak, mint ami nálunk van, mert sokkal ízesebbek amúgy. Hát nem is az, nem. Különleges, másabbak. Nem olyan, mint nálunk. De hát azért annyira nem. Tehát, hát most figyelj. Ezeknek az alternatíváit egyébként nagy részt meg tudod venni Magyarországon is egyébként. De honnan tudod, csak hogy milyen más a márka. Az alternatívája életem? Tehát hát figyelj, meg, például hogy... ennek a kapuciner simán. Jó, és akkor ennek mondjuk... Hát azt még nem tudom, hogy micsoda. Annak szerintem a Milka lesz a ízés. Hát majd meglátjuk, nem tudom, de egyébként baromi jók a csokik. Tehát jó, azt azért ismerjük el. Na nézzük a hatost. Az pedig egy Mata nevezetű, Meta vagy Mata, mi van ráírva? Szintén zenész. Csilis, csípős. Na, ezt én nem. Hoppá, limitált kiadás, csilis, mentás, csilis ostya. Na, nyuszikám. Ez parancsolj. Na, a csípős miatt nem, mi? Nyuszi nem szereti a csípős. Nem, én nem. De megkóstolja. Bevállalja. Majd megkóstolom, és akkor utána majd meglátjuk. Szerintem ez hát, biztos, nem lesz... Hát, én nem akarok élőbe köpködni. Tuti nem lesz csípős. Tuti nem lesz csípős. Hát, nem biztos. Nem biztos. Így néz ki. Szintén olyan vastag, mint a... Hát igen. Tehát... Jaj, mint jaj. A... Pont. Na, már kemény az ostsája. Belül ilyen pirosas. Nem csíp. Ez oly... Nem is tudom, ez milyen. Inkább... Hát azért egy picit. Érzed rajta, de pikáns. Inkább a mentolt. Nem. Korona. Nem. Ez nagyon picit. Nem akarom. Egy nagyon picit csak. De nem igazán szeret. Nagyon jó. Ne, nem már szagas sem. Komolyan. Nem? Nem? Nem ezt én kihagyom. Nem tudod, hogy ez egy mentolos csúfis csóhá? Nem. Igen, bizony. Én betalom akkor. Neked adom a részemet. Mhm. Én ezt nem. Érdekes. Bocsinon, tényleg, mindent megkóstolok, de mentolos. Érdekes egyébként. Most érzem, amikor nyeltem le a másodikat, harmadikat, hogy kicsit kaparja a torkomat. De kellemes. Ez nagyon jó. Na ez, ennek például nem tudok most így hirtelen alternatívát, az biztos. Ez érdekes. Limitova edícia. Limitált edition. Nyilvánvalóan. Hú, na most azért egy kicsit csíp. Látod. Uh-huh. De olyan kellemesen. Na nézzük a következőt, a hetedik, az egy romanca, mi az, inkább elolvasom, romanca, keks vaníliás krémmel. Na nézzük. Hú, közben megkóstolom a teát, amit készítettünk. Most már van benne egy ilyen kis szumó, először megnézzük a... Úgy néz ki ez a keks, mint a gyűrédésnek a töltött keksze. Gyatok? Most lett a jó. Kiázott? Aha. Hú, ez biztos, hogy finom csokis.
keksz. Hogy kóstolom meg a tiédet is. A brand is nagyon jó. Én azt érzem, hogy egy kicsit sok benne a víz talán. Nem annyira sok, de kicsit sok. Ebbe is azt érzem. Túlvizeztük. Nem annyira, mert lehet érezni az ízeket, de szerintem fele ennyi víz kellett volna. Hát én úgy gondoltam, hogy egy bögre tejába bele lehet tenni. Hát ez most ez egy kisebb, ez egy csészébe kellett volna betenni maximum. Akkor így elég erős, viszont nem rossz így sem. Na ez érdekes. Ez micsoda? Ez vaníliás keks krémmel. Hát ez ilyen Oreo feeling szerintem. Igen, ha fel ennyi vízzel csináljuk, akkor abszolút, de nagyon jó az íze. Nagyon finom ízvilága van. Jó kis töltött keksz. Ezt a teát egyébként innám? Kevesebb vízzel, de a cucc az nagyon jó benne. Ez Oreo. Gyakorlatilag ilyen Oreo feeling. Jó benne a gyümölcs. Annyi, hogy egy kicsit puhább, mint az Oreo. Tehát aki ilyen fogfájós vagy valami, akkor annak inkább ez. Nem, inkább ez, mert az Oreo azért az kemény, tehát az arra így rá kell harapni keményen. Ja. Erre annyira nem. Na jó, nem rossz. Ő volt a románca. Hú, mennyi csokink lesz, Nyuszi. Ja, hízunk majd, mint a kölyök gólya. Én azulra kezdek telelni. Tehát mindegyikből elkezdek enni persze, és a... mert édesség is terítődünk. És akkor itt még van még csokikat, cukrokat. Hát most vagyunk a felénél gyakorlatilag. Deli. Na, pisztáciás csoki. Ezt vártuk. Igen. Ezt nézzétek. Pisztáciás csoki. Mind a ketten imádjuk a pisztáciát. Deli, mint a Deli Péter. Erip. És tömény pisztácia van benne. Reméljük. De ilyen, ha ez ilyen... Reszketünk érte. Hogyha ez is ilyen folyós lesz, tehát ilyen töltelékes. Nem töltelékes. Olyan, mint olyan habos krém lenne benne. Én úgy emlékszem erre. Aha. Aha. Illata nagyon jó. Ilyen belülről. Olyan a töltelékének az állaga, mint a Milky Way kis kék csoki. Abban van ilyen krémhab. Ez olyasmi. A tölteléke. Ahhoz hasonlít. De az íze ez persze nem. Az állaga. Én ezt inkább marcipánnak mondanám. Mint pisztáciának. Nem? Nem tudom, én rengeteg pisztáciás fagyit eszek, és én érzem azért a pisztáciát. Én nem. Én annyira nem érzem ezen. Inkább a kicsit ilyen édesebb, mit mondtam az előbb, marcipánt. Azt érzem rajta erősebbnek. De viszont finom. Igen. Viszont ez is nagyon édes egyébként. Amúgy mindegyik csokjuk nagyon édes. Igen. Na nézzük a következőt. Húha. 9-es, Nyuszi. Segíts, mert ott van. Banányi, ez gondolom banános lesz. Aha. Banányi er csokoládé, tehát csokiba mártott barnás zselé. Na ez. Na ez, amit én csipázok. Ez finom lesz. Nagyon szeretem a zselés dolgokat. Úgyhogy a jelét, a zselé. Banana. Ó, Nyuszikám, hát akkor... Finoman azért, de... Mutasd csak. Na, ne itt gusztust tankolodjuk. Amúgy jó. A jó habos, krémes meleg. Ebből kérsz még? Hát szeretnék még. Ez nagyon jó. Ebből még ezek. Ez nagyon jó. A felét még lerapom, és a többit mondjuk. Nem eszem meg egyszerűen, mert nem tudok a többire enni. Hát ez, szerintem ez látszik, mennyire finom. De ez nagyon jó. Ebben is érdekes ez a... Látjátok, hogy össze tudom így nyomni. Fókusz? Nem fókusz? Nem fókusz? Nem jó. Fókusz. Így jó. Tehát össze lehet nyomni. Hát ezt megeszem. Ott van zsepi. Köszönöm. Nagyon jó. Ez, gyerekek, ez nagyon finom volt. Tényleg. Ezt ajánlom mindenkinek. Egyébként a többit is. De én nagyon ilyen zselés, banános dolgokat én nagyon-nagyon szeretem. Van Magyarországon is hasonló ehhez. Valami ez banán, vagy nem tudom milyen az neve. Az Aldiba lehet ilyet kapni, ilyen sárga dobozos, ugyanilyen banánívek vannak benne ezzel a zselével. Gyakorlatilag majdnem ugyanaz. Nagyon jó. Ja. Ez Isten király. Ez Isten király.
Hú, egy kis brandis teát rá. Ja, én is azt akartam. Már kiettem bele. Most, elkóstolom meg most a brandit rá? Kicsit így ízélt be a szádba, nagyon jó. Most érzel az ízét. Hallod, lehet bárki az összes ízét belőle nekem? Abba most tiédben nincs ilyen? Én már kiettem. Ja, kösz, hogy hagytál belőle. Rip. Na. Kóstold meg, milyen jó cseresznyés megy benne. Nem, ma megkóstoltam, a másikból akartam megkóstolni. A sima tiédből. Volt sem, nem volt úgy ízesítő, mert ilyet brand is, és abba ja. Állt. Abba is cseresznye volt? Uh-huh. Uh-huh. Ugyanez, csak sima. Na nézzük a következőt, a tízes. Ez a papita? Igen, jól olvasom, papita. Hoppá! Piskóta csokiba másba karamellával a közepén. Papita. Arra vagyok rá izgulva, nagyon nem, én ez én enyém lesz. Nem. De. Nem. Jussi, nem. Ez jó lesz. Aha. Na ez nagyon jól néz ki. Igen. És a, ez ugye... Ez... itt a távirányító a volt egy ilyen csokink, amire mindig nyomták. Na toljad befele. Nem tudom, mi volt az. Kemény? Finom? Tényleg? Ó, de jó! Ilyen izé? Na, Jussikám. Azta. De jó, bele van. Azt nézd meg, figyeld! Várjál. No, ebből küldhetsz volna még. Ez az édességpornó. Na. Az a tejcsoki, ami benne van. Ezt tudod, van ilyen édességpornó, amit szokták így csinálni, így nyomkodják. Fúj, nem. Te miket nézel amúgy a YouTube-on kívül? Te mocskos disznó. Uh-huh. Imik derülnek itt ki? Igen. Csoki pornót nézel? Azért csaltál ide, hogy kóstoljunk együtt csokit. Megvan. Nagyon jó. Ez ilyet nagyon imádom. Kicsit a Twix-hez hasonlít amúgy, nem? Aha, de nagyon jó. Ezek annyira jól megdobják ezek a kis smartizok rajta. De finom. Ja, ez, jó. Ez is nagyon jó. Mi volt ennek a neve? Pepita. Pepita. De papita? Papita. Ezt is ajánlom egyébként, ez is baromi jó. Tök jó fejlő néz ki, nem? De baromi jól is néz ki. Azt mondom, tök jó fejlő kéne. Uh-huh. Na, ez hanyas volt? Papitánk? Tízes. A tizenegyes, Zedové, Kaskányi, azt hiszem, tizenegyes, jól is mondom, így néz ki. Ledové, bocsánat, Ledové. Csak az ének olvastam. Ez egy keserű csoki, 47% kakaós. Odaírta nekem, hogy kastani úgy kell mondani. Jó. Na, azt csak te kóstolod, mert én nem szeretem a keserű csokit. Én meg imádom, úgyhogy ez valószínűleg az egyik kedvencem lesz. Annyira jó egyébként, hogy legalább nem fogjuk egymás csokiját megenni. Mert hogy ő azt nem szereti, amit én meg nem szeretem a fejjel csokit, ő meg nagyon szereti a fejjel csokit. És ezzel nem veszünk össze sose. Nem. Ilyen sportszeletes feeling. Nagyon-nagyon jó lehet rajta érezni a keserű csokit. Nagyon jó. Nagyon jó. Puha. Tehát gyakorlatilag szét tudnám nyomni. És megy is a szádba. Ez nem tudom, mit jelent ez a Esvámi 50 letirokú. Gondolom, hogy 50 éves, vagy nem tudom. Micsoda? Várjál. Így látszik. Nem tudom, mit jelent, de ez nagyon jó. Ez is nagyon-nagyon finom. Hú. Na. Ő jó volt. Melyik volt ez, anyasszám? 11-es. A 12-es, ő egy gyevának kell ejteni. Egy szurik kislánya alapján. Tejcsokoládé. Igazából egy gyönyörű kis piroska kislánya, nézzük meg. És nem utolsó sorban 20% grátis van egyébként a csokoládén, srácok. Na nézzük. Akkor én a grátis részét harapom le, jó? Na, alapra a grátis részét. Hát ez egy tejcsokoládé. Izé van belseje? Hát szeretem az ilyen, aminek ilyen málós a belseje. Gondolom édes, mint a bánat. Illatra? Szagold meg? A számban van, érzem. Nem tudom, alkohol lenne benne, nem? Uh-huh. Volt valamilyen csoki régen, ami ilyen volt. Uh-huh. Szaloncukor feeling. Vagy tudjátok mi? Lehet, hogy külön darabokba venni ilyen bombont, jó. Ami... mindjárt mondom. Nem látom, hogy mi van benne, ami olyan. Na mindegy. Finom. Finom. Jó a málik.
Hát tejcsoki édes, és a piroska gyönyörű rajta, és ami különösen jó, hogy 20% grátis van rá. Egyétek, vegyétek. Na nézzük, Deva klasik. Klasik. Finom csoki. Következő. Hú, kezdek találni, komolyan mondom ezektől a csokiktól, de fú. Itt el van egy kicsit írva. Jojo Veka. Vexa. Nagyon a favoritunk egyébként. Erre voltunk rákattam mind a ketten. Nagyon-nagyon erre is. Nagyon-nagyon. Én imádom a gumicukrokat. Én is. És ez ilyen érdekes lesz. Ó, de ennek furcsa illata van. Ez nem gumicukor lesz, elhiszed, hanem ilyen izétú. Aha. De. Ilyen puha. Igen. Na, mit csinál? Na! Különböző ízek vannak benne. Elég erős illata van. Ilyen kicsit ilyen szúros már, de ilyen gyümölcsösek. Uh-huh. Szerintem ezek ilyen citrusosok. Ez nagyon jó. És az is Nestlés egyébként, most nézem. Ilyen nálunk miért nincsen? Nem tudom. A narancsága nagyon jó. Biztosan valami alternatíva egyébként rá, vagy általában szokott. Tehát olyat gyakorlatilag nem nagyon tudnak csinálni, ami annyira eltérő lenne, hogy valami hasonló íz ne legyen. De ez ugyanúgy fordítva is jó. Ez jó. Ez a sárga. Ez nagyon finom. Nekem az ízés, a pirosos, vagy ez a lilás. Ez is nagyon jó. Na! Ez beváltotta szerintem, amit kellett. Uh-huh. Ez nagyon jó. Király. Gyümölcsös ízű zselécukorkák egyébként. A következő... Uh-huh. A chips lesz. Na lássuk, Slovákia milyen a chips. És mindjárt milliómosok leszünk. Ennyi, tejfölös. Ú, de jól lenne megnyernék a zsét, nem? Ha megnyerjük, akkor ne üvöltsöl, mert nehogy non visszakérje azért az acskót. Szlovákia chips, tejfölös hagymás. Hát gondolom ez ilyen chio chips feeling lesz. Az. Vékonyabb, sokkal, mint a chio. Az íze is más. Nekem nem olyan... Nem tudom, már égettem nem olyan, nem olyan intenzív az íze, mint... Tehát nem olyan túlfűszerezett az íze nekem. Én meg pont, hogy fordítva érzem. Sokkal ehetőbb jön ki nekem. Nem tudom, ilyen pont nem tudom, az a baj, hogy nem szoktam chipseket enni. Én sem, de ez most jó. De, aha. Ugye, tökéletes, nem? Azt kérjük már meg. Vágás. Pillanat, mindjárt megesszük, és itt vagyunk. Jó. Na, menjünk tovább. Este a film alatt nyomjuk már be. Jó. Én benyom az egészet szerintem. Nem. Nem. Na. És utána büdös pofánkra lesz egy kis metanszul. A büdös. Hanyas volt ez? 14. Most jön a 15-ös, és van még a 16-os. Hol a 16-os? Benne a teában. Jaj, volt a tea. Akkor a 15-ös a mai est utolsó kóstolója. Ami egy, mi ez? Snehulki, mentolos cukorkák. Nézzük meg. Mentolos seges medvebogyó. Remélem jó erős lesz. Nem összetem olyan lesz, mint a patkány medvebogyó. Na csak nem. Uh-huh. Már kívülről is nagyon... Ezeket szeretem. Van egy ilyen... Ez ilyen abszolút gyógydövényke, szerintem. Igen. Mentol eukaliptusz, puha karamella. Uh-huh. Na, ezen magyar felirat is van, menj már. Ez jó. Ez tipikus az a cukor, forgalmazza amit a kocsiba szoktam enni. Forgalmazza a Hungária ZRT Sziget Szent Miklós. Uh-huh. De szerintem nem ez a neve, melyet én még nem nagyon láttam. Nem tudom mi ez. Ha látott már valaki ilyet Magyarországon, írja már meg. Pont ilyet. Majd megnézzük a Tesco-ba. Nem tudom, hol lehet találni ilyet. Nem tudom, még. Ez nagyon jó. De ilyet én szeretnék a kocsiba. Hát, pont azok, amely általában negrót szoktam, vagy rágót, vagy valamit, de ez abszolút jó. Azt is el tudnám eszegetni. Nagyon finom illata van amúgy. Mentolos, nagyon mentolos. Az, jó. Na hát srácok. Az éléskamrát kifosztottuk. Olyan furcsa vége van.
olyan... Erős? Nem tudom, olyan zsibbasztó. Vagy nem tudom, érdekes. Non, mi volt a cukorba? De jól érzem magam tőle. Na, srácok, köszönjük szépen a figyelmet. Igen, egészségetekre. Hú, ez király volt. Nagyon szépen köszönöm Nonnak a lehetőséget, hogy megtudtuk ezeket a finom édességeket kóstolni. Így van. Mert tényleg baromi jók voltak. Igen. És nagyon-nagyon érdekesek voltak. És hát vannak olyanok, amik így elég brutkósak. De tényleg, tehát nagyon frankok. És én, mint eléggé nagy édességes, azért felismertem egy-két olyat, amit mondjuk így talán itt a közelben nem igazán lehet kapni. Legalábbis így ízvilág nem tudok alternatívát mondani, például a gumicukrosra sem tudnék, akkor erre a melyikre? Ez volt, az a nagyon, nagyon ízés, keserű csokis, az nem tudom melyik volt, az a kast, azaz. Ez is például nagyon-nagyon jó volt, de az összesnek volt valamilyen kis egyedisége szerintem. Úgyhogy tényleg nagyon-nagyon szépen köszönöm. Hogyha szeretnétek még ilyen videót a közeljövőbe, akkor küldjetek ilyet. Egyébként tényleg, tehát nyugodtan a világ bármelyik pontjáról csak egyeztessünk Facebookon, és akkor lesznek még nyilvánvalóan ilyen videók. Én nagyon szépen köszönöm még egyszer Nonnak, hogy lehetőséget biztosítottál nekünk, hogy ezeket megkóstoljuk. Igen. Nagyon-nagyon finomak voltak, köszönjük szépen, és hát remélhetőleg akkor nem sokára találkozunk egy következő live-ban vagy egy videóban. Én Jusu voltam. Én Vanda voltam. Így van. És ez pedig a Jusu TV csatorna. Várj, ilyet még nem mondtam, nagyon király. Na, srácok, vigyázzatok magatokra, sziasztok, nem sokára találkozunk vagy egy live-ban vagy egy videóban. Adjö. Ciao. Adjö.